Nagyon szépen köszönöm a figyelmünket, és hogy megtiszteltek bennünket. Kedves mennyasszonyunk, szeretnék megkérni, hogy fáradjod át, légy szíves, jó? Vőlegényedünk pedig téged, hogy tisztelettel, szeretettel megkérnélek, hogy azt az ajándékot, amit készítettél ma a mennyasszonynak, add át neki. Nagyon szépen köszönöm. A zenész barátom ugye megkérdezte, hogy hogy kértem meg a kezedet. De ezt lehet, hogy nem sokan tudják, hogy mi úgy ismerkedtünk meg, hogy az akkori együttesemben mi felléptünk. És úgy gondoltam, hogy van egy ballada, amit hosszú-hosszú heteken át gyakoroltunk a Geri barátommal, és ezt szeretném most neked előadni. Lehet, hogy néha puskázni fogok. Igazi legyen. No. Mondd, hogy felvirágozhat még, zavasbeton csunkkel. Mondd, hogy örökké tart, mondd, hogy sosem múlunk el. Mondd, ha elrontjuk majd újból, neki futhatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobtuk a súlyokat, amiket együtt cipeltünk, és itt hát el vagy az ismeretlen, ez itt a térkép mi bennünk. Mondd, hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, de rózsain a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad, és ígérd meg, hogy a semmiségeket többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kell, persze, akkor is, hogyha nem. Minden vezető lelésben sok átvirasztott éjjelen. Hogyha arra eszmész délben, hogy az ég elsötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül. Mondd, ha elrontjuk majd újból, neki futhatunk, és hogy hiába ráncok belül kell. Hát nagyon nehéz most az után megszólalni. Szívből rotol. Még egy nagy tapsot, hogy most nem tudjuk.